Kellemetlen karácsonyi ajándékot kaptak a gyógyszergyártók a kormányzattól. A december 23-án megjelent rendelet alapján ugyanis extra profitadót vetnek ki a szektorra. Szakértők szerint a külön adó árát a fogyasztók fogják megfizetni. Rékasi Balázzsal beszélgetünk. Aki egészségügyi szakértő, jó estét kívánok! Hát a vége mindig az, hogy aki az adót elszenvedi, az a fogyasztó. Hát mert... végén, sor végén igen. Most azért ez egy különleges helyzet, mert itt ugye a gyógyszergyártókra teszik ki ezt az adót, és ez különösen a nagy gyógyszergyártókat érinti, Richter, Sanofi, Aegis, Teva, ezeket fogja érinteni. Ezek cégeknek nagyon sok termékük ártámogatott termék, és szabályozott az ára. A magyarországi forgalmuknak a 80-90% az támogatott termék, aminek már 2006 óta nem történt különösebb áremelés, tehát egy szabályozott ára lesz, tehát ő van, tehát ő nem tud emelni szabadon árat. Majd ezekre. Ott emel, ahol nincs szabályozás, és igen, az hát ilyen vagy ő csökkenni meg, fog, hát ilyen szempontból akkor csökkenni fog a végén a profitja, hát hogyha nő az adója. Tehát ezért számukra ez egy nagyon meglepetés, és számukra ez egy nagyon kellemetlen döntés. Ezeknek a cégek közül szét kell választanunk a Richter, aki leginkább érintett, ő lesz valószínű, aki ennek az adónak a kb. A felét be fogja fizetni, nagyságrendileg körülbelül egy ilyen 25 és 30 milliárd forint közötti összeget, a másik felét mondom a többi nagyobb cégek, és hát a Richternek a bevételének ma már csak 10%-a származik Magyarországról. A 90%-a a Richter nemzetközi licenszei, szabadalmai és a külföldi tevékenységeiből származik, tehát igazából az összesített bevétele után fog ő extra adót fizetni. Ugye az is egy érdekes dolog, és meg tudják tenni a gyógyszergyárak, hogy hirtelen hiány lesz. Tehát, hogy valamit nem gyárt, ami mondjuk neki innentől kezdve már nem éri meg, ki tudja számolni, szabályozott piac, ennyiért adom el, plusz az adó, hát ez igen, így nem éri meg. Igen, ide, sőt, tovább megyek, ilyen szempontból Magyarország egy idáig vonzó volt a nagy gyógyszercégek számára, és jöttek ide, hiszen kedvező volt az adózás, a kutatás fejlesztéseiket le tudták írni, volt erre egy támogatás, tehát adózási szempontból nekik ez egy vonzó terület volt. Kérdés az, hogy ezentúl Magyarország mennyire lesz vonzó. Ezek nemzetközi cégek, akik nemzetközi cégek azért jöttek ide Magyarországra, mert kedvező volt az adózás, és volt egy megfelelő humán erőforrás kapacitás, amit ők tudtak itt használni. De ez máshol is megvan a világon, tehát ilyen szempontból Magyarország versenyképessége a nemzetközi cégek, mint Teva, vagy Servier, vagy Sanofi számára, akik jelentősek Magyarországon, ezeknek kevésbé lesz verseny. Könnyen mobilizálható egy gyógyszergyár? Tehát, hogyha ezek közül, a felsoroltak közül valamelyik azt mondja, hogy na jó, hát így én nem maradok, mert hogy én inkább a hosszabb távú közül, hosszabb távú beruházásokat, tehát el kell dönteni, hogy mit akarunk Magyarországon, elnézést a szóért, de biorobotokkal összeszerelő üzemet, amely nem egy tudásintenzív valami. Lehet, hogy ez is jó, de hosszú távon az ország versenyképességét mindenképpen a tudásintenzív, a kutatásfejlesztés intenzív, a nagy hozzáadott értéket biztosító dolgok és kell, hogy ez a döntés, ez a különadó, ezt rombolja. Hát ezt mindenképpen rombolja. A kiszámíthatóságot is rombolja, tehát hogy az egyik napról a másikra lesz bevezetve. Ez egy-kettő az adózási szabályok miatt Magyarország versenyképessége a nagy gyógyszercégek számára biztos, hogy rombolja. A nem támogató gyógyszerek ára így is az egekben van a fogyasztók, igen. Ezt nyilvánvalóan így élik meg, hogyha ez a helyzet hosszú távon marad. A támogatott gyógyszerek, ahogy ön is mondta, a támogatott gyógyszerek árán ő nem tud változtatni. Legfeljebb kivonja a forgalomból. Legfeljebb azt mondja, hogy bocsánat, de nekem ez nem éri meg gyártani. És úgy van, ahogy ön mondja, egy idő után előfordulhat az, hogy nem fog minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy ezt az alapanyagot ő valóban gyártsa, vagy be tudja szerezni. A nem támogatott gyógyszereknél tud emelni? Ott egyébként tud emelni. Hát jogilag tud, de egyébként elbírja még a piac magasabb árat? Hát elbírja, hiszen a betegek ilyen szempontból kiszolgáltatottak, és valahol meg kell venniük a termékeket. A termékek közötti verseny az fogja eldönteni, hogy melyikkora emelést bír el a piac. Az hogy fordulott el, ez egy teljesen másik téma, de engem azért ez megdöbbentett. A Ján Ferenc kórházról érkezett az a hír, hogy már mosolyog, tudja a hírt, hogy gyertya mellett az normális, gyertya mellett gyógyítanak napok óta, mert hogy nem volt áram a kardiológiai osztályon, ahol egyébként kell áram, mert a műszerek is azzal mennek. A karácsony
az a gyertyafényben még hangulatosabb, de a viccet félretéve... Csak nem, hogyha valakinek mondjuk szívinfarktusa van. Abszolút, tehát azért a komoly beavatkozásokat, tehát nem lehet megoldani azért ma már egy kórház működését természetesen áram. De az hogy lehet, hogy nem ürítik ki az osztályt, nem mondják azt, hogy bezárt a kardiológia, mert nincs áram. Hát generátorokkal ezek biztosítható, dízelgenerátorokkal valamilyen szinten biztosítható az áram. Valószínű, hogy nem volt megfelelő lehetőség és szabad kapacitás arra, hogy ezeket a betegeket, ezeket áthelyezzék a kórház másik részére. Anomália, ez egyszerű anomália, vagy leírja a helyzetet, hogy hol tartunk? Hát én azt gondolom, hogy azért jó példa, amit ön felhozott, mert ezek a példák és hasonló példák osztályok megszűnéséről, bezárásokról, eljutnak a sajtóig, nem mindegyik jut el a sajtóig, de ma már gyakorta előfordulnak olyanok az egészségügyben, hogy megvan az orvos, megvan a tudás, ott a beteg, de nincsen megfelelő számú műtésnő, vagy nincsen megfelelő számú ápoló, ezért le kell zárni egy osztályt. Tehát ezek a hibák, ezek sajnos, vagy nem hibák, hanem ezek a nehézségek, ezek azt kell, hogy mondjam, hogy ezek előfordulnak abszolút, és gyakran előfordulnak. Küszöbben az egészségügy átszervezése, ugye január 1-től lesz érvényes az a rendszer, amely megyei kórházakat jelöl ki az akutellátás intézésére, és az összes többi eddig ismert kisebb kórház alapvetően egyfajta ilyen járóbetegellátást lesz, vagy egynapos műtétekre lesz alkalmas. Ez megoldja ezt a problémát? Hát ez biztos, hogy nem fogja megoldani a problémát. Az, hogy foglalkozunk az egészségügy, és az egészségügy átalakításával foglalkozunk, ez szerintem ez egy jó dolog. Kell modernizálni kell az egészségügyet. Másrésztől semmi nemű reform nem oldható meg plusz forrás nélkül. Tehát hiába próbálunk barkácsolni és áthelyezni innét oda, és növelni a hatékonyságot, növelni a teljesítményt, hogyha ehhez nem biztosítunk megfelelő motivációs eszközöket, és nem biztosítunk hozzá plusz forrást. Tehát ma, jelen pillanatban ezek pótintézkedések sajnos, és megpróbálunk többet kihozni a rendszerből, miközben fel kell ismerni a kormánynak azt, hogy Magyarország a GDP-ből legalább 2%-kal kevesebbet költ egészségügyre, mint kellene költenie. Ez plusz kb. 1000 milliárd forint. Ha ez a pénz benne lenne a rendszerbe, akkor lenne pénz a nővérek, a szakdolgozók fizetés emelésére, amiről most az utóbbi időben megint egy kicsit elhallgattunk, nem tudom mi van ebben, de nem lehet dolgozni az egészségügy egy csapatmunka. Hiába lehet, hogy jobb lett az orvosok fizetése, de jelen pillanatban például a kórházaknál megmaradt ugyanaz a fix bázisfinanszírozás, tehát egy kórházvezető effektíven nem érdekelt abban, hogy több beteget lásson el az intézménye. Ez egy nonsens helyzet. De az is egy nonsens helyzet, hogy annyira elnézést azt érde, megalázóak időnként már a szakdolgozói fizetések, hogy nem vonzó ez a szakma. A benne dolgozók egyre inkább hagyják el, és a fiatalok meg nem jönnek. Így nem lehet dolgozni. Arról mit gondol, hogy az egészségügy magán szektorában dolgozó orvosokat kötelezik arra, hogy kórházi munkát végezzenek? Nagyon jó kérdés, és egy kétélű kérdés ez, vagy kétélű dolog. Egyrészt azt gondolom, hogy az egészségügy az alapvetőleg közszolgáltatás, és a közszolgáltatást kell megerősíteni. Ez a társadalomnak, mindenkinek az érdeke. Egyik oldalról, másik oldalról meg megértem azt, hogy egy orvos nem fogja feláldozni a saját életét, hogyha a magánszektorban ő jobb körülmények között jobban tud dolgozni. Meg a javaslat az arról szól, hogy minden orvos, és ez egy jó dolog, megint részt kell, hogy vegyen egy szakképzésbe, 5 éve alatt pontokat kell, hogy gyűjtsön, és ezért a szakképzésnek a része az, hogy ő a közkórházban is szerezzen tapasztalatot. Elvben ez elfogadható. A gyakorlat megint a problémás, az, hogy mit kezd mondjuk egy kórház egy olyan orvossal, aki havonta, azt mondja, mert a rendelet úgy szól, hogy havonta eredetileg 20 óra volt, ezt most változtatták 16 órára, be kell menni ebbe a kórházba. Valószínű, hogy semmit nem tudott vele kezdeni, hiszen nem ismeri, nincs benne gyakorlata. Csak láb alatt lesz? Csak láb alatt lesz. Másik oldalt meg hasznosítani is tudnám ezt az orvost, hogyha tényleg ez megfelelőképpen is jól van megszervezve. Akkor itt megint az a baj igazából, miközben az orvostársadalom tiltakozik, és február elejére a Magyar Orvosi Igen. Kamara is egy rendkívüli közgyűlést hívott össze, ahol valamiféle petíciót fogalmaznak, vagy lehet, hogy annál keményebbet is.
megint az a baj, hogy születnek támogatható döntések támogathatatlan módszerekkel. Igen, és egyeztetés nélkül. Tehát ne felejtsük el ezt is, az orvosi kamara az adventi időszakban 5 napra kapta meg véleményezése, 24-én kellett 24-éig kellett véleményezni ezt az egészet, ami egy nonsense, nem lehet ezt normálisan végiggondolni, és rengeteg más elképzelés van benne, például az orvosok fizetése 20%-kal csökkenthető, vagy 40%-kal emelhető, de nem tudjuk, hogy mi alapján fogjuk mérni a teljesítményét például valakinek. Ki dönti el, hogy, és hogy lesz ez objektivizálva. Igen, a kamara ezért is tiltakozik sok minden más mellett. Rékasi Balázs, köszönöm szépen a meghívást.